Nagy iramban folyik a munka Máriafalván, ahol a Food Analytica Kft. Egy kisüzemi sörfőzde építését kezdte meg még tavaly októberben. A kivitelezés már a vége felé jár, az épület körül a kerítés alapjai készülnek, és a tereprendezés folyik. Ahol most állunk, az maga ténylegesen a sörfőzde rész, és hátunk mögött látható az, ahol lesz az étterem, hogy ez egy kétszintes étterem, ahol tökéletesen láthatják a vendégek majd a készülő sört. Ábrahám Csaba ügyvezető itt pedig már a benti állapotokat mutatja, jelenleg már a festés, burkolás és a szerelvényezés folyik, így 2-3 héten belül már a gépészeti technológia beszerelése is elkezdődhet. Amint egy 200 milliós forrásból elkészülő létesítményben évi 200 ezer liter sört főzhetnek le, és emellett egy étteremben a sörkóstoláshoz illő ételeket kínálnak majd a vendégeknek, akik közelről láthatják a sör készítésének folyamatait. Ez a maga az ingatlan, ugye ez egy meglévő ingatlan volt, átalakítottuk ezt az ingatlan. Összességében 400 négyzetméter, ahol most állunk, az maga a sörfőző ház rész, ez durván egy olyan 100 négyzetméter, ehhez kapcsolódó egyéb technológiai részek is még kb. Olyan 100-150 négyzetméter, és maga az étterem az, hát pontosan nem tudom a számot, de az is egy olyan 120-130 négyzetméter, ehhez kapcsolódó konyha, illetve lesz az egésznek egy nagy kerthessége, egy terasszal, úgyhogy összességében, ahogy mondtam, az ingatlan maga az épület az 400 négyzetméter, a hozzá kapcsolódó terasz és egyéb részek azok pedig 120 négyzetméter. A cégvezetés a gyulaiak mellett a turistákra is komolyan épít, hiszen a tervek szerint szervezett üzemlátogatáson ismerhetik meg a látogatók a sörkészítéshez szükséges alapanyagot, a főzési és a palackozási folyamatokat. A tervek szerint a tesztüzemet követően már az ősszel elindulhat a termelés, kezdetben 4 féle sörrel.